Balog. Jó beadás, ott a fejes, és ott a gól. Diallo teljesen üresen maradt középütt, Balog pedig oda nyeste a labdát a fejére. Vezet a vendégcsapat. Az első igazán komoly helyzet. Balog tanárian nyeste középre a labdát, és Diallónak abból a szögből erősen bebólintania rutin feladat volt. Fogadni a gratulációkat szintén az. Itt lehet látni, nagyon-nagyon rosszul helyezkednek a védők bent középütt újpesti részről. Litauszkijéknak esélyük sincs elfejelni a labdát. Elkanyarodik a kapustól. Pajovic nem jöhetett ki, nem érhetett oda. Szép gól Diallo fejese. 0-1. Szakály nem engedi, hogy Bojovic hozzáférjen, fektében is tarrébb rúgta Szakály, és ez pedig 11-es. Márkvárt kiharcolt egy 11-est, nem volt kapura veszélyes a szituáció, de kapott egyet a bokájára 16-oson belül. Pajovic tiltakozik, Andó Szabó 11-est ítélt. Ugye megnézzük, hogy jogos volt az ítélet. Nagyon-nagyon közel helyezkedett a játékvezető. Bizony Márkvárt rúgta tovább a labdát. És ott eltalálta Márkvárt jobb lábát Pajujevic. Knežević 2-0. Érezte a sarkot Pajovic, de Knežević nagy erővel lőtte a kapu jobb oldala felé a labdát. Bizony a Puskás nem mondott le a támadások lehetőségéről a második fél időben. Visszaemeli, Hegedűs érkezik. És az övé, sőt, indul Molnár, és indul Knežević. Mindketten a saját térfelükről indultak, úgyhogy szó sincs lesről. Knežević, kinnál a kapus, gól! 3-0 a Puskás javára, Hegedűs adja a gólpaszt. Teljesen tudatos volt, Hegedűs először is nagyszerűen mozdult ki a kapujából, és húzta le Zsótér beadását. Másrészt elindított két játékost, aki mind a kettő nagyon gyors, és mind a kettő a saját térfeléről indult. Onnan már nem volt nehéz dolga Knežević-nek, miután nagyon-nagyon bizonytalan volt vele szemben a védő. Padlóra kerül az Újpest. 0-3. És változatlanul áll, ami az első félidő után állt, valamennyi gólhelyzetét kihasználja a Puskás. Knežević második gólja. Itt lehet látni, hogy saját térfelekről indulnak, az más kérdés, ugye, hogy a beadást követően ugye nem egy védő maradt ott, vagy nem egy hatalmas termetű középső védő maradt ott Knežević, hanem Pajovic, aki ennek a mérkőzésnek a egyik tragikus hőse, mert ennek a félidőnek mindenképpen összehozott egy 11-est, és most azért ennél a gólnál az ő felelősségét ne vitassuk. Ebben a bajnokságban három meccset zsinórban megnyerni, az óriási ugrást jelent a táblázaton. Nagy labda, és ott a gólhelyzet Simon előtt, begurítja még középre, szépít az Újpest, 1-3. Ez szép támadás volt, jó kiugratással, és Novotny Soma az, aki bekotorja végül. Simon sebessége ott aranyat ért, és nem önzőzte el, hanem inkább begurított a középre. A két cserejátékos hozza össze ezt a gólt. Ez egy remek átadás Nagytól. Balog pedig Simonnal most nem bírt. Novotny érkezett középütt, és hiába csúszott Harris, Novotny tudta elérni a labdát. Ha picit hátrébb jön a labda, Vancák szabadít föl, ha picit előrébb, akkor Harris, így volt, pont jó Novotnynak. Prosser, Knežević, szép csel, és még ez is jó, Prosser, beemeli, ott a másik oldal, Márkvárt, nagy védés. Pajovic védett, Diallo lövi fölé aztán. Hát itt eldőlhetett volna a mérkőzés. Márkvárt teljesen tisztán maradt, Prosser remekül adja be, és az ötösről úgy rúgta le a földre, hogy még védeni tudott a kapus. Nem kis bravúr volt, tegyük hozzá Pajovictól, mert ment jobbra, és még balra visszanyúlt. Újpesti bedobás. Hát így a pálya mindkét szélén használható.
gyors játékos. Itt pedig egy remek labdaszerzés Prossertől, és Prosser sem lassú. Latifi sprintel mellette, meg is kapja a labdát. Jön az Albán, 16-oson belül jár már, megtolja, emel, kapufa. Na hát ennyit erről, hogy erősítés egy Albán játékos egy magyar csapatnak. Futott egy sprintet, jobbal ballal tologatta, és aztán jó megoldást választott. Prosser is jó csere volt, sok támadás indult el rajta, és itt még becsúszva oda tudott érni egy újpesti védő, méghozzá Bojovic. Puskás szöglet következik.